Vízben áll a határ Ibrány térségében. Itt jelenleg a belvíz okoz gondot. Valamikor pedig a szárazság miatt panaszkodnak a termelők. Erre lehetne megoldás az öntözés. Ezen a térképen az látszik, hogy a megyében a föld alatti vizek állapota gyenge. A legújabb uniós rendelkezés szerint az ilyen területeken gazdálkodók öntözéssel kapcsolatos beruházásokra nem pályázhatnak. Ez óriási problémát okoz nagyon nagy területen Magyarországon, de ezzel ezt bárhogy próbáltuk az Európai Unióban csűrni, csavarni a bizottságával a tárgyalása során, és sajnos teljesen egyértelmű a rendelet, nem tudunk mit csinálni vele. Mezei Dávid, a miniszterelnökség agrárvidékfejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára egy mai Ibrányi fórumon azt mondta, tavaly augusztusban véglegesítették az agráriumot érintő uniós programokat. Az Európai Bizottság hallani sem akart arról, hogy új öntözési rendszerek építését támogassák Magyarországon. A kompromisszumos megoldás az lett, hogy csak a jó föld alatti vízállapotú területek tulajdonosai pályázhatnak. Az ország nagy része viszont így kimarad a programból. Ha most nagyon rossz májú akarok lenni, akkor valójában az olasz, portugál, spanyol gazdáknak az érdekeit védte, hiszen nekik nem érdekük azt, hogy más tagállamokban, például Magyarországon az öntözött területek nagysága 1-2%, és messze elmaradt például a 80-as évekbeli több mint 200 ezer hektártól. Az Ibrányi Fórumon Román István, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetésben elsősorban gazdaságfejlesztési célokra lehet pénzt szerezni. Kevesebb forrás fog belőle jutni a falvakba, buszmegállókra és térburkolatra, hanem a fő irány az az, hogy azok, akik gazdálkodnak, feldolgozzák a magyar vidék által megtermelt javakat, azok ezt jobb körülmények között és gazdaságosabban, jövedelmezőbben tudják megtenni. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy 2020 után jelentősen csökkenek az uniós források, ezért még most kell minél jobban kihasználni a lehetőségeket. Ebben a térségben nagyon sokan élnek mezőgazdaságból, a magyar mezőgazdaságnak kiváló hagyományai vannak, most a 21. században a modern technológiát kell átvenni, és olyan lehetőségeket kell megragadni, amely tulajdonképpen biztos piacot jelent, biztos megélhetést, a középosztály megerősödését jelenti. A fórumon elhangzott, hogy az első vidékfejlesztési pályázatok tavaly novemberben már megjelentek. A legnagyobb támogatást, összességében 150 milliárd forintot élelmiszerfeldolgozásra lehet igényelni. A kormányzat célja az, hogy a jelenlegi 60-70%-ról 80%-ra emelkedjen a feldolgozott mezőgazdasági termékek aránya.